miből áll a láva és milyen forró, hogyan kerülnek bele megszilárdulása közben az ásványok, és melyik veszélyesebb, az Etna vagy a Vezúv. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ a látogatók az ELTE Geokémiai Intézetében a kutatók éjszakáján. A lávatavak természetét egy serpenyős penót forrása szemléltette, az éppen táblára kerülő képlet pedig a Stromboli vulkán kitörését bemutató kísérlet kémiai hátterét írja le. Ez a harmadik alkalom az ELTE életében, ami már részt veszünk. Az első alkalommal olyan 3-4-500 résztvevővel már elégedettek lettünk volna, akkor is többen voltak. Tavaly 2,5 ezren látogatták az ELTE rendezvényeit. Szegedi Egyetemről általában szokták tudni az emberek, hogy ott biológiában erősek, növényélettani kutatásokat végeznek. Az ELTE budapesti természettudományi karait Lágymányoson melyik kutatási terület az, amelyik a legerősebb? Tehát hozza a világszínvonalat és a világ élvonalába tartozik. Én azt hiszem, hogy erre így nem tudjuk kimondani, hogy melyik az a terület. Nagyon sok területe van, nagyon sok kutatási területe van a természettudományi karnak, ami a világszínvonalhoz közelít. Igazándiból az innovációs feladataimnál fogva leginkább azok iránt a kutatások iránt érdeklődök, amelyik alkalmazott területen kutatások, illetve azokat, amiknek az eredményeit valahol értékesíteni, illetve hasznosítani lehet. Tehát ez az én fő területem, amire összpontosítok. Természetesen ugyanolyan fontosnak tartom az alapkutatásokat, és ebben az ELTE egyébként is kiemelkedően erős Magyarországon. A kutatók éjszakáján az etológia tanszék, amely az állatok viselkedésével foglalkozik, szabadtéri programokkal is készült. A kutyatulajdonosok például kedvenceiket tesztelhették, vajon megfelelnének-e mondjuk egy vakvezető vizsgán. Kíváncsiak voltunk, hogy a kutya és a gazda között milyen a kapcsolat. Ugye a vakvezető kutyákat tudjuk, hogy ilyen problémákat megoldanak, tudjuk, hogy figyelembe veszik a gazda viselkedését, tudják, hogy hol vannak problémák, ott ők átveszik a kezdeményezést, ők irányítanak. A gazda megmondja, hogy boldog megyünk, és akkor a kutya dönt bizonyos helyzetekben, hogy most balról kerüljük a kukát, a babakocsit, nem megyünk a tömegbe. Tehát ez már a kutya feladata, és itt ő irányítja a gazdát. Tehát itt nagyon érdekes dolog van, nem a megszokott kutya-gazda kapcsolat, ahol a gazda igyekszik a kutyát irányítani és kézben tartani, mert itt a kutyának is figyelembe kell venni a gazdát. Na most kérdés, hogy egy ilyen helyzetbe, ha bekerül egy hétköznapi kutya, akinek a szokásos kutya-gazda kapcsolata van, akkor észreveszi-e, hogy a gazda valahogy másképp viselkedik, figyelembe veszi-e a viselkedését a gazdának, és próbálkozik-e valami segítséggel, vagy bármivel, hogy ilyen helyzetekben a problémát meg tudják oldani. És attól függ, hogy milyen a kutya és a gazda viszonya. Ha a gazda nagyon domináns, és a kutya minden mozdulatát irányítja, és kézben tartja a kutyát, akkor nem biztos, hogy a kutya ilyen helyzetekben megoldásokat próbál fölkínálni, és önállóan kezdeményez, hanem ő hozzá van szokva, hogy neki megmondják, hogy mit csináljon. Az elmúlt tanévben lehetett olvasni az interneten az etológia tanszék felhívását, hogy várták olyanoknak a jelentkezését, akik viselkedési teszteknek alávetnék a kutyáikat. Éle még ez a lehetőség? El lehet-e hozni ide ezeket a kutyákat? Természetesen ez a lehetőség nagyon is él, és szeretettel várunk minden kutyáskat, tehát akármilyen fajtájú, akármilyen életkorú kutyája van, nagyon szívesen látjuk, és nagyon szívesen vesszük, hogyha beszállnak ezekbe a viselkedési kísérletekbe. Semmi különös dolog nem történik, bizonyos játékos helyzetekben, vagy problémás feladatokat kell megoldani, és számunkra az az érdekes, hogy a kutya ez hogy oldja meg a problémát. Ha a gazda is benne van a helyzetben, akkor segítséget kér a gazdától, irányítást vár el, tehát ezek számunkra kulcsfontosságú mozzanatok, és ezt szeretnénk tesztelgetni a kutyákon. A mozgássérült segítő kutyák kiképzésének Magyarországon már 10 éves hagyománya van, mely a kutyával az Emberért Alapítvány és az etológia tanszék közös vállalkozása. Így a kutatók éjszakáján az érdeklődők találkozhattak Mányik Lihárddal és Filippel, a belga juhásszal, aki az első volt az ilyen feladatra felkészített kutyák sorában. 9 éve vagyunk együtt, tehát elég jól megértjük egymást. Mostában mondjuk klikkerelni szoktunk, ilyen új tanulmányok így közvetlenül nincsenek, ilyen áttételesen vannak. Az etológia tanszékre hogy miért jártok be? Az alapítványnak itt szokott nagyon sűrűn lenni a megbeszélése, itt kint pedig szoktunk gyakorlatozni a többi kutyával, behívást, a kölyökutyákkal is itt kint szoktunk lenni, hogy tanuljanak. A kutatók éjszakájának melyik programjára érkeztetek? Tulajdonképpen mindegyikre. Először jöttünk ismerősökkel találkozni, és estére pedig jöttünk a Csányi professzornak a felolvasására az estjére.
Megéri kutatónak lenni? Erre nagyon nehéz válaszolni. Ez egy nagyon küzdelmes pálya, aki nagyon szeret új dolgokkal foglalkozni, szeret valami azért verekedni, hogy új dolgokat ismerjen meg, annak biztos megéri. Aki csak dolgozni szeretne, meg vidáman élni, annak talán nem. Én nem tudok olyat mondani, hogy na, azért lettem kutató, mert engem mindig érdekeltek a körülöttem lévő dolgok, halak, kutyák, emberek. Aztán valahogy úgy adódott, hogy ezzel kezdtem foglalkozni. Nem tudok egy dolgot kiemelni, hogy na, találkoztam valakivel, vagy láttam valamit, és azért. Így alakult.